Üdvözlök mindenkit, Perjesi Péter vagyok, a Tóvárosi Általános Iskola rendszer gazdája, és egy újabb segítséget szeretnék nyújtani azoknak, akiknek nem sikerül tableten vagy mobiltelefonon bejelentkezni a Tóvárosi fiókjukba. Itt most mutatok is egy képen, mindjárt látszik egy ilyen tablet, hogy folyamatosan próbálja az üzeneteket lekérdezni, internet kapcsolat van, de mégse sikerül ez az egész. Most ilyenkor nem a rendszer hibája okozza ezt, hanem ez egy beállítási hiba okozza. Mutatom a megoldást, hogy hogyan lehet ezt megoldani, ezt a hibát. Kilépünk innen. És valószínűleg annyi történt, hogy az okozza ezt a hibát, hogy amikor a Gmailt elindítom, akkor itt simán hozzáadtam a Tóvárosi e-mail címet, mint másik fiókot. Na most a hibát az ez okozza, hogy ezt nem így kell megtenni. Méghozzá a megoldás az pedig abban rejlik, hogy innen kilépek, megnyitom a tablet vagy telefon beállításait, megkeresem azt a részt itt a beállításokban, hogy felhasználók, fiókok. És ugye itt látszik is, ugye, hogy itt van ez a Tóvárosi e-mail címem. Most ilyenkor ezt el kell távolítani innen. Tehát azt választom, hogy fiók törlése. Megerősítem ezt a műveletet. És ha már itt vagyok a beállításokban, akkor itt el is kezdem ezt. Tehát itt kell hozzáadni a Tóvárosi fiókot. Tehát aki még nem próbálkozott egyáltalán tableten vagy mobiltelefon beállítani, akkor őnek innen kell kezdeni ezt a beállítást. Aki hibásan próbálkozott, annak ugye az elejétől fogva kell követni az utasításokat. Tehát itt a fiók hozzáadását választom, vagy kiválasztom, hogy a hozzáadni kívánt fiók az egy Google fiók. Itt ugye kéri, hogy adjam meg a feloldó mintát, és rövidesen elérek oda, ahol be tudom adni neki ezt a fiókot. Ugye itt írom is az e-mail címet. Itt ugye már föl is ajánlja nekem, tehát itt végig be kell írni a tovarosi.hu végződéssel, ugye mindenkinek a sajátját természetesen. Rámegyek a következő lépésre. Itt fogja kérni a fiókhoz tartozó jelszót. Azt írom is. Itt szintén kiválasztom a következőt, elfogadom a használati feltételeket. Itt felajánl nekem egy ilyet, hogy ezt a Android Device Policy nevezetű alkalmazást szeretné telepíteni. Rálépek a következő, illetve telepítés gombra. Itt kiválasztom, hogy ezt telepítem. Ugye itt felajánlja azt is, hogy egy munkaprofilt fog létrehozni a készülékemre. Ezen is tovább lépek. Itt ez egy viszonylag hosszabb folyamat. Közben elmondanám azt, hogy mindenképpen az olyan készülékeken, ahol nincsen képernyőzár beállítva, ott eddig ez a rendszer nem fog működni, amíg képernyőzárat nem állítunk be. Tehát vagy egy feloldó mintát, vagy egy PIN kódot, esetleg egy jelszót mindenképpen kérni fog a rendszer ahhoz, hogy ezeket az iskolai programokat telepíteni tudja.
Na, el is érkeztünk majdnem már a végéhez. Ugye itt adja meg a képernyőzárat, ugye nekem volt képernyőzár, tehát nekem most itt ezt nem kell. Ugye itt írja, hogy alkalmazások telepítése. A rendszer az minden olyan alkalmazást automatikusan fel fog telepíteni a készülékre, ami az oktatáshoz szükségre van. Tehát rákerül a Classroom, rákerülnek a különböző szerkesztőprogramok, a Google Meet, stb. Stb. Tehát ezzel nekünk teendőnk nincs, külön manuálisan nem kell őket telepíteni. Automatikusan le fognak töltődni. Itt most megint egy kicsit várni fogunk, és rövidesen kész is vagyunk. Tehát itt látszik is, hogy nekem már van munkaprofilom ebből innentől kezdve ezen a készüléken. És el is kezdődtek a letöltések. Ezt onnan látom, hogy külön választva jelennek meg a programok. Tehát amelyik a programot a sulis profilhoz van hozzárendelve, mint ezeknél is látszik, hogy mindegyik mellett megjelenik egy ilyen kis táska ikon, tehát maga az ikonon még egy kisebb táska ikon jelenik meg. Innen tudunk különbséget tenni, hogy melyik a saját gmail-es fiókunkhoz tartozó alkalmazás, és melyik ami a iskolai dolgokhoz tartozó alkalmazás. Tehát amikor ezek települtek ezek a programok, akkor onnantól kezdve használható lesz a Tóvárosi rendszere mind tableten, mind mobiltelefonon. Most még itt várunk egy kicsit, amíg letöltődik az egyéb programok. Ugye külön playáruház van a Tóvárosi fiókhoz, külön naptár, külön Gmail, Chrome, stb. Stb. Tehát, hogyha ezeket letöltöttem, onnantól kezdve ezek az alkalmazások már használhatóvá válnak a készülékünkön, és innentől kezdve tudunk bejelentkezni a Classroomba, stb. Stb. Tehát ezt mindenképpen itt ki kell várni, mert nem automatikusan jelennek meg azonnal, hanem ez egy kis letöltési idővel jár, de az összes program automatikusan fog természetesen települni a készülékre. Hogyha ezen kívül még bárkinek lenne kérdése ezzel kapcsolatban, nyugodtan keressenek engem itt az is iskolában, vagy akár telefonon, vagy a rendszergazdakukac@tovarosi.hu e-mail címen, és próbálok mindenkinek segíteni. Köszönöm a figyelmet!